újra és újra felmerül épületek melletti járda a kérdésköre, tehát ha van egy épületünk, ami valahol a talajba süllélt, akkor kérdés, hogy a járdát hol helyezzük el. Egyik verzió, hogy olyan helyen, ahol ténylegesen tudjuk használni, tehát ha itt közlekedünk, van egy vászélességünk, akkor ne akadjunk el semmibe, se egy ereszlevezetőcsőbe, se egy ablakpárkányba, se semmi kiálló dologba, tehát kell egy bizonyos távolság, hogy ténylegesen a járóvonalhoz képest a vászélességünk figyelembe véve, tényleg ne akadjunk bele semmibe. Ez azt jelenti, hogy ilyen 20-30 cm korábban nem kezdődhet a járda, hiszen akkor probléma lehet a kiálló dolgokkal a ház falából. Ez az egyik. A másik az, hogy amikor esik az eső, akkor nem tud a járdáról fölverődni, amennyiben ide kavics ágyat készítünk alulra. Tehát ha ezt a részt megfelelően alakítjuk ki, akkor se a lábozat nem károsodik, se a vállunk nem károsodik, se a szerkezetek, amiknek neki megyünk, nem károsodnak, és ténylegesen csak az a járdaszélesség készül el, ahol ténylegesen használni szoktuk, vagy használni lehet. A másik eset, amit nagyon sok helyen lehet tapasztalni, hogy elkészítenek egy viszonylag széles járdát, akár egy 20 széles járdát is, holott egy 60 centis is bőven elég lenne, ugye írjuk vissza ide a 60 centit az előző méretre, tehát ez egy fele akkora járda, durván, ez egy elég széles járda, viszont az a hátrány, meg vagy felfröcsög a víz a emiatt a lábazat mindig folyamatosan nedves, emiatt mindig folyamatosan fagyveszélynek van kitéve, ha más nem azért, mert a felverődő sár, porkóz, az mindig megtapad, és még több nedvességet tudott tartani, illetve hát a levezető csövek is a járdára folynak, és ott hömpölyögnek, a járdát nedvesítve, fagyasztva, csúszás veszélyt okozva. Tehát aki itt közlekedik, az különféle okoknál fogva a baleset veszélynek van kitéve, a csúszás veszély miatt, az elakadás veszélye miatt, és a lábozat is továbbra is problémás, és ha ez egy viszonylag széles járda, akkor körülbelül kétszer annyi pénzt költöttünk a járda készítésére, Arról nem is beszél, hogy minden járda megsüllyed egyszer, nem lehet úgy megtömölíteni ezt a talajt, hogy egy 5-6 centit ne süllyedjen az a járda. Az előző esetben ugye itt nyugodtan süllyedhet, senkit nem zavar, legfeljebb vizuálisan zavarhat minket. Itt viszont magával viszi a lábozati burkolatot, leszakítja a szigetelést, és ezáltal fog beázásokat okozni a fal lábozat környezetében. Ugye az az időszak elmúlt, amikor már nem szigeteljük a falakat, tehát ennek a járdának vízszigetelési szerepe nincsen. Ugye sokak az, azért készítik ezt a járdát, hogy a faltól elvezessük a vizet, a falnál ne jusson be a víz a fal tövéhez, viszont ha szigeteltük, meg ha van kavicságy, ami el is tudja inni és le tudja vinni még mélyebb szintekre a vizet, akkor ez a járda nem ...nak nincs létjogosultsága a fal tövében, hanem egy ilyen pozícióban van jogosultsága, és ha megnézzük felülnézetben az épületünket, akkor nem biztos, hogy mindenhova javasolnék járdát. Tehát ha ez a főbejáratunk, tehát ez az ajtó, itt a nyílami elői. akkor az utcáról megérkezve, mondjuk ez az úttest, ide érdemes járdát készíteni, nagyon máshova nem, hiszen úgyis valószínű hátul van egy teraszunk, ott egy lépcsőn, vagy csak úgy simán lemegyünk a kertbe, nem kell nagyon máshol járda, tehát senki nem járkál a háza körül és nézegeti, hogy hogy, hogy lehet körüljárni. Tehát itt kell járda a bejárati zónában, vagy ha mondjuk itt van a bejárat, akkor a bejárathoz vezető zónában van légycsúgósultsága, meg esetleg hátul, hátra vezetendő mondjuk a hátsó melléképülethez, és így tovább. De nem kell nyaki körbevetemozni az épületet, mert itt, ahogy az előbb lerajzoltam, csak problémát jelent, és csak költséget jelent számunkra. Tehát próbáljunk gazdaságosan oda járdát készíteni, ahova tényleg szükséges, és még azon is lehet játszani, hogy ez miből készüljön. Tehát nem biztos, hogy tömör aszfalt, tömör beton kell, hogy legyen, hanem egész egyszerűen olyan kőlapokat rakunk le a talajra, ami nem is biztos, hogy szabályosak, lehet, hogy szabálytalanok, lehet, hogy kisebb-nagyobb méretből készülnek, hanem egyszerűen csak egy kavicságyba lerakott nagyobb méretű kőlapokról van szó, ami a súlyuknál fogva nem tudnak megmozdulni, de lényeges, hogy könnyen egyszerűen lerakhatók, vagy akár odébb helyezhetőek, nem fognak felfagyni, ha kavicságyban vannak, mert ugye egy tömör járdának mindig megvan az esélye, hogy felfagyjon, vagy dilatási problémákat szenvedhessen, hogyha nem osztjuk őket kellő dilatációs egységekre, vagy nem lejt megfelelően a felületük, hogy a víz lefolyhasson róluk. Itt még mindig lehet sífogassági probléma, ami botlás veszélyt jelent, tehát lejtés problémák, anyagminőségi problémák, betonmixer kell hozzá, betonozás kell hozzá, több szakember kell hozzá. Itt lehet, hogy megveszünk 5 darab kőlapot egy barkácsáruházban áruházban, és elhelyezzük a ház előtt, megfelelően színbe, vonalba helyezve, ahogy nekünk tetszik, de minden esetre ezek nem fognak felfagyni, van egy csúszásmentes felületük, és oda tesszük, a akarjuk, jövő héten át tudjuk helyezni máshova, ha nem tetszik, új szint választva, újat beépítve, újat odahozatva, kicserélve könnyedén. Minden esetre az épület körül járda egy fontos kérdéskör, gondoljuk végig, hogy nekünk mi a legmegfelelőbb.